1944 nyarán az angol szász légierő megkezdte a tiszántúli városok bombázását, hogy megnehezítse a keleti fronton harcoló német és magyar csapatok ellátását. 120 amerikai gép szállt Nyíregyháza fölé, hogy megsemmisítse az emberi és hadianyag utánpótlás szállító vasúti szerelvényeket. 1944. szeptember 6-a egy igen tragikus napja volt Nyíregyháza történetének, hiszen a város ekkor érezte először a második világháború szörnyűségeit, tragédiáját. Addig hátországként működött a város, és hát maga az ország is. A második világháborút közvetlenül nem érintette, viszont ezen a napon három hullámban is amerikai bombázógépek bombázták meg a városnak a vasútállomását és környékét. A bombázás következtében leégett három emeletes épület, súlyosan 163 földszintes és 7 emeletes épület, könnyebben pedig 186 földszintes és 1 emeletes épület rongálódott meg. 80-an meghaltak, 73-an súlyosan megsérültek, 262 család, vagyis közel 1000 ember pedig hajléktalanná vált. Nyíregyháza múltját, történetét folyamatosan kutatja a Józsa András Múzeum. Számunkra, történészek számára, meg a múzeum számára ugyanis nem tudunk mindig csak a szépekre emlékezni, muszáj megemlékezni azokról is, a tragédiákról, amik történtek a városban. Miskolc 4, Debrecen 5, Szolnok 13, Ungvár pedig 3 légi támadást élt át azokban a napokban. Nyíregyházát csak egyszer támadták, de akkor több mint 1000 bombát dobtak a városra. Az anyagi kárt 74,5 millió pengőre becsülték.